A gyulai vitézek már 6 hónapja nem kapták meg a zsoldjukat, s emiatt békétlenkedtek. A koszt is egyre soványabb lett, lötyögött rajtuk a dolmány. Hegedűs János összehívta az elégedetlenkedőket. Én azt mondom, szólt hozzájuk, menjünk követségbe Kercsényi kapitányhoz, és követeljük a jussunkat. S ha megtagadja, kérdezte Beke Pál. Akkor majd jól kupán vágjuk, válaszolta Hegedűs, mire a legények jót nevettek. Menjünk, bólogattak. Kapitány uram, instálom, kezdte Hegedűs. Üres az erszényünk, és 3 napja nem ettünk egy tisztességes falatot. Fával nem lakunk jól. A kapitány zordan mordult rájuk. Csak itt henyéltek naphosszat, csak király kenyerét ennétek. Mikor voltatok utoljára portján? Szegezte rájuk szúrós tekintetét. Mikor szereztetek foglyot, akit aztán jó pénzért kicserélhetnétek? Mikor húztatok karóra török fejet utoljára? Elcsendesedtek a legények, hisz igaza volt a kapitánynak. Jó ideje már csak henyéltek a vár falain belül. Lesütött fejjel elszélettek. Próbáljunk szerencsét, tanácsolta Beke, hát ha sikerrel járunk. A tanácsot tett követte. Megfújták a trombitát, majd felnyergelték a lovakat. Másfél 100 embernyi csapat állt össze. Egész éjszaka lovagoltak. Átúsztattak a Tiszán, napfelkeltére elérték a bugaci homokot. Úgy döntöttek, megpihennek, s éjszakára is maradnak. Az egyik halom tetejére őrt állítottak, s lenyergelték a lovakat. Alig pihentek le, amikor az őr felkiáltott. Katonák! Beke nyomban felszaladt hozzá, és ő is a messzi távolt fürkészte. Pogánynak nézem őket, vörös a zászlajuk. Hányan lehetnek? Ért oda Hegedűs. 500-600-an, becsülte meg őket Beke. Túl sokan vannak hozzánk képest. Én azt mondom, lapuljunk meg, míg tovább állnak. Hegedűst erre elfutotta a méreg. Azért lovagoltunk ennyit, hogy gyáva nyulak módjára üregbe bújjunk. Itt a jó alkalom, hogy zsákmányt szerezzünk. Bolond vagy, János, védekezett Beke. Túl erőben vannak. Hát akkor majd elválik az ocsú a búzától. Elválik ki a vitéz, és ki nem. Kinek bátor a szíve, amikor belenéz a pogány disznók szemébe? A tábor is két részre szakadt. Voltak, akik Bekéhez hasonlóan a józan eszükre hallgattak, a többség viszont pont olyan heves volt, mint Hegedűs. Közben a török felderítők felfedezték őket. Eldőlt a kérdés. Villámgyorsan újra felnyergelték a lovukat, és elindultak a pogányok felé. Jézus, segíts! Kiáltották a magyarok. Allah irgalmazzon! Üvöltötték a törökök. Összecsapott a két tábor. Porzott a homok a lovak patái alatt, sziszentek a nyilvesszők, csattogtak a karlapok. Disznó pogányok, gyaur kutyák! Röppentek az ég felé a szitkok. A törökök létszám fölénye hamarosan megmutatkozott. Jóval odébb egy öreg kun legeltette unokájával a barmait. Felfigyeltek a csata zajra. Nagyapa, nagyapa! Kiáltotta a legényke. Nézd, a pogány disznók vágják a mieinket! Jól látták, hogy a turbánosok sokkal többen vannak. Segítsünk nekik, mondta az öreg. De hogyan? Az öreg kun megvakarta fejét a süvege alatt, miközben mandula vágású szeme ravaszul megcsillant. Közben a gyulaiak elkeseredetten védekeztek, de tudták, már nem sokáig tarthatják magukat. Most aztán belenézhetsz a szemükbe, kiáltotta Beke a társának, miközben levágott egy pogányt. Hegedűs elszántan küzdött, egyszerre ketten is támadták. Ekkor hatalmas porfellek közeledett a viaskodók felé. Felnéztek. A törökök tudták, hogy nincs a közelben másik csapat, azt hitték, erősítés érkezik a magyaroknak. Elbizonytalanodtak. A gyulaiak kihasználták a zavart, s újult erővel támadtak nekik, mire a törökök teljesen összezavarodtak. Hirtelen jobbnak látták megfutamodni. Hátat fordítottak, s iszkoltak, ahogy csak a lovuk lába bírta. A magyar vitézek ekkor szemügyre vették a közelgő sereget. Vajon kik lehetnek? Találgatták. Hát, amint közelebb ért a felmentő csapat, akkor látták, hogy nem katonák, hanem egy csorda marha vágtat feléjük. A csalafinta kun meg a fia hajtotta őket a megmentésükre. Elkapták az öreget, és hangos éjjenzések közepette a levegőbe dobálták. Éjjen! Éjjen! Harsogott a bugaci puszta. Miután kiújjongták magukat, körbenéztek a csatatéren.
Temérdek pogány feküdt mindenütt. Jó néhányan csak megsebesültek. Számba vették a saját veszteségüket is. A csapat fele 75 jó magyar vitéz. Oda lett. Hegedűs! Kiáltozta torka szakadtából a csupa vérbeke. Élsz? Élek. Jött az alig hallható válasz két török alól. De már csak alig. Beke odaugrott, lehúzta róla a törököket, és talpra rángatta félholt bajtársát. A vitézek összeszedték halott bajtársaikat, s az elesettekhez méltón elföldelték őket. A közeli ligetből fákat vágtak ki, leszúrták a sírokhoz, s teletűzlelték az ellenség levágott fejével. A sebesültek között volt a törökök parancsnoka, egy vajda. Na, ezért szép pénzt fizetnek majd, mosolygott fáradtan hegedűs. Látod, én megmondtam, hogy támadjunk. Meg az öreg apát térde kalácsát, s azzal Beke jól hátba vágta bicegő pajtását. Esztendő sem telt, s a gyulai vitézek hőstettét megénekelték a históriások. Emlékezzünk, az király, végházáról, körös mellett az Véggyula váráról, Véggyulában gyulai vitézekről.